Megérkezett az igazi nyár. A magyar kanizsaiak a városi strandon kereshetnek felüdülést. Sokan azonban tartózkodnak a medencék használatától. Az illetékeseket felkerestük ezzel a kérdéssel, és választ is kaptunk. Az idei nyár vonatkozásában ugye számolnunk kell azzal a kérdéssel, hogy sokan tartózkodnak a város területén olyanok, akiket esetleg a szülők nem szeretnének a vízben látni, illetve a gyermekeiket beengedni a vízbe, hogyha ők is ott vannak. Megnyugtatásul el kell mondanom azt, hogy nem engedik be sem a migránsokat, sem pedig a velük kapcsolatban álló személyeket a medence területére. Nem is próbálkoztak eddig ilyesmivel, illetve mivel egész napos őrzés van, tehát délelőttől egészen estig, amíg fürödni lehet, medenceőrök őrzik a medencét, este pedig biztonsági őrök a medencét őrzésével vannak megbízva, illetve 24 órás kamera felügyelet van a medencére, amit az idejében felújítottunk, természetesen azért, hogy egyrészt a fürdőzők biztonságát, közérzetét javítsuk, másrészt pedig azért, hogy teljes mértékben felügyelet alatt lehessen tartani a medencét, úgyhogy nem számítunk semmiféle problémára, egészen nyugodtan lehet használni a medencét, bízom benne, hogy az egész nyár folyamán kitart a jó idő, és a strandszezon tekintetében sokan törtek itt a nyári szünidőt, vagy főleg a gyermekek közül a Tiszaparton. A medencéket ebben a szezonban is termál és általános vízkeverékével töltik fel. Azt kell elmondani a magáról a medencéről, hogy egy teljes átfolyású medencéről van szó, tehát állandó jelleggel folyik a víz, állandó jelleggel cserélődik, viszont ezen felül 2-3 naponta, ahogy azt az igény megköveteli, teljesen leengedik a kollégák a vízszintet, kitisztítják, feltütenítik, főleg az algásodás miatt, a víz felület által került algák miatt a magát a medencének a felületét, oldalát és az alját, és utána újra feltöltik tiszta vízzel, úgyhogy legkésőbb 3 naponként mindig friss víz kerül a medencébe, de az átfolyás véget állandóan frissül a víznek a felülete, ez vonatkozik a nagy medencére. A kis medence, ami úgymond egy tocsogó, a legkisebbek számára biztosított lehetősége tekintetében minden nap új víz van beletéve, és csapvíz kerül bele, tehát ivásra alkalmas víz, tehát fürdésre mindenféleképpen alkalmas a kis medencének a víze. Akik a Tiszaparton töltik szabad idejüket, már internethez is juthatnak az egyik helyi vállalkozó jóvoltából. Ez azért is fontos, mert a kemping is itt működik, nem messze pár méterre tőlünk. Már Németországból többen jelentkeztek, hogy a német karaváncsoporttal ide is beterveznék, illetve az idei évre is előlátják a magyar kanizsai állomát, mint desztinációt a karaváncsoportok részére, és számukra is fontos az, hogy internet elérhetőség legyen, hiszen külföldön sokkal könnyebb ez a megoldás, mint roamingban vagy telefonon internetezni. A magyar kanizsai folyóparton az elkövetkezőkben egymást váltják majd a nagyszabású rendezvények, amelyek főként ifjúsági jellegűek, és amelyek hagyományosan nagy tömegeket vonzanak hozzánk.